Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig. Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Kontakt Rádió tárlatról, tárlatra című műsorában, melyben ezúttal Budapesten a Kassák Múzeumban látogatunk el, ahol az időszakos kiállításról lesz szó, amelyik a háború, avantgárd és Kassáknak a kapcsolatát boncolgatja. Beszélgető partnereim pedig Szeredi Merse Pál művészettörténész, Dobó Gábor irodalomtörténész, Rudas Klára képzőművész, majd a zene után Sasvári Edit múzeumigazgatót is megkérdeztem magáról a múzeumról és annak a terveiről, történetéről. Hallgassák meg a riportot! Miről szól ez a kiállítás? Dobó Gábor vagyok, a kiállítás egyik kurátora. A kiállítás azt a címet viseli, hogy Jelzés a világba, háború, avantgárd, Kassák. A TED című folyóirat 100 éves évfordulójának a kiállítása, mégsem egy ünnepi kiállítást szerettünk volna létrehozni, korán sem kultikusan nyúlunk a témához, hanem éppen ellenkezőleg a lapnak, ennek az első Kassák lapnak a bonyolultságát, összetett viszonyrendszerét szerettük volna ábrázolni. Ehhez elsősorban korabeli forrásokra támaszkodunk, így a korabeli tömegsajtóra, a TED című folyóiratról megjelent korabeli kritikákra támaszkodunk, illetve számos olyan dokumentumra, korabeli kiadványra, amely a TED című folyóirat forrásait jelentette, vagy a közlések forrásait jelentette. Mekkora a kiállítás? A kiállítás két nagy teremből áll, ez a Kassák Múzeumnak, ami alapvetően egy kicsi múzeum, az időszaki kiállítótere, és négy nagy szekcióra bontottuk a kiállítóteret. Tulajdonképpen ez a négy szekció négy különböző módszerrel, illetve négy különböző irányból nyúl ehhez a folyóirathoz, amely 1915-1916-ban jelent meg, és amely tulajdonképpen a magyar avantgárdnak az első folyóirata volt. Olyan irányokból próbáltuk megközelíteni a kiállításban ezt a folyóiratot, amelyek sokkal nagyobb környezetben, sokkal nagyobb kontextusban láthatják ezt a lapot, mint ahogy korábban megismertük, vagy korábban láttuk, és a négy szekció ezek mentén épül föl. Mi a négy szekciónak a témája, a tematika? Az első szekcióban a TET első lapszámát, ami 1915. novemberében jelent meg, a korabeli tömegsajtó környezetében mutatjuk be, amellyel azt próbáltuk meg bemutatni, hogy mennyire elenyésző a háború párti tömegsajtóhoz viszonyítva a TET-nek, Kassáknak a háború ellenes felszólalása. A második szekcióban Kassák és az úgynevezett háborús kultúra, a háború kultúrája kapcsolatát vizsgáltuk meg. A harmadik szekcióban a TET folyóiratnak a történetét mutatjuk be, eredeti dokumentumokra, kritikákra, levelekre támaszkodva, amelyek Kassák hagyatékából származnak. A negyedik szekció az pedig a TET folyóiratnak a nemzetközi, internacionális horizontját mutatja be. Nagyon sok eredeti kiadvány, dokumentum és a Kassák Múzeum gyűjteményéből származó, korábban soha ki nem állított kiadványok keretében. Minek alapján történt a válogatás, a bemutatott forrásoknak a kiválasztása? A kiállítás történeti kiállítás, ami azt is jelenti, hogy a módszertani szigort azt mind végig igyekeztünk szem előtt tartani, ami azt jelenti, hogy nem dolgoztunk visszaemlékezésekből, nem dolgoztunk később keletkezett forrásokból, hanem csupán az 1915 és 1916 között megjelent, vagyis a TED kiadásának idején megjelent forrásokra támaszkodtunk, részben korábbi forrásokra is, amelyek hathattak vagy hatottak a TED szerkesztésére. A Merse által említett tömegsajtó kontextusában megjelenő TED című folyóirat például kifejezetten a 1915 novemberi, tehát a
TETT első számának hetében megjelent magyar napilapokból válogat. Ennek a módszertani szigornak az egyik következménye, vagy egyik indoka az éppen az a tárgyilagos nézőpont, amelyet a kiállítás során érvényesíteni kívántunk, amely nem kíván erős, tólagos narratívát felállítani, vagy hogyha úgy tetszik, torzító, mai perspektívájú elbeszélésbe ágyazni a korabeli eseményeket, hanem kifejezetten a korabeli forrásokra támaszkodva hagyjuk a szövegeket, vagy megjelent dokumentumokat érvényesíteni a kiállítótérbe. Ugyanígy a Kassák nemzetközi horizontja, nemzetközi művészetben való tájékozódása során is korabeli kiadványokat részint forrásfeltáró munka alapján állítunk ki. Milyen kiadványok szerepelnek például? A kiállításban egyrészt a TETT című folyóiratnak az egyes lapszámait mutatjuk be, ami már annyiban is kuriózumnak számít, hogy ez a folyóirat szinte egyik magyar könyvtárban sem lelhető föl teljes hosszúságában, vagy teljes terjedelmében. Ezen felül pedig olyan avantgárd folyóiratokat, kiadványokat, manifestumokat mutatunk be, amelyek kapcsolódnak Kassák és a TETT folyóirat nemzetközi horizontjához. Egyrészt nagyon sok eredeti expresszionista kiadvány látható, a Die Aktion, a Der Sturm vagy a Der Blaue Reiter köreiből származó dokumentumok, másrészt pedig olyan futurista kiadványok, amelyek egyrészt könyvek, folyóiratok, másrészt pedig olyan manifestumok formájában jelennek meg, amelyek egy teljesen új kiadványformát jelentettek az avantgárd számára az 1910-es években. A kiállításnak az összképe nagyon modern, és hangsúlyoztuk, hogy 100 évvel ezelőtti objektív korszak megjelenítésére törekedett a kiállítás. A kettő hogyan kapcsolódik egymáshoz? Igen, én Rudas Klára vagyok, a kiállítás dizájnere. Valóban ez egy szigorúan történeti kiállítás, viszont úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos, hogy ezek a dokumentumok mégis ahogyan a koncepción keresztül is egy kortárs kritikai nézőpontból jelenik meg, így a kiállítás dizájnja is tükrözni tudja ezt a nézőpontot. Tulajdonképpen egy olyan új eszközt találtunk ki, amit hát infografikának nevezünk, de nem igazán egy tipikus infografikáról van szó, hanem olyan ábrákról, amikben elhelyeztük ezeket a bemutatandó dokumentumokat. Tehát a design tulajdonképpen nem illusztrációként jelenik meg, hanem minden esetben plusz információt szolgáltat a kiállításon. Különböző színek különböző dolgokat jelölnek. Mi ennek a célja, és valójában milyen színek vannak? Én választottam egy színt, ami végigkíséri magát a folyóiratot, ez a piros szín. Az a cél ezzel, hogy tulajdonképpen, hogyha valaki belép a kiállításra, és az elején már rögtön ezt felfedezi, akkor az összes infografikán végig tudja követni a gondolatmenetet, illetve észrevegye a különböző szekciókban alkalmazott bemutatási technikákat. Tehát például azt, hogy az első falon ugyanaz a tárgy, de nem ugyanaz a tárgy, de ugyanaz a folyóiratnak egy száma bekerül egy külső kontextusba, akkor máshol fordítva történik a dolog, máshol a lap belső kontextusát vetítjük ki. Tehát, hogyha ezt felfedezi a látogató, hogy itt vannak színek, amik segítik a tájékozódást, akkor könnyen visszaolvashatja a koncepciót is. Volt szó piros színről, van fehér, meg barna szín is. Ezek hogyan alakultak ki? Hát én tulajdonképpen az elejétől fogva minden színt magából a folyóiratból választottam. Ugye főleg itt az első szekcióban rengeteg féle szín jelenik meg. Ez annak is köszönhető, hogy itt nem csak olyan színeket választottam, ami eredetileg megjelenhetett a lapban, hanem mégis használtam azokat a színeket is, amik az idő során jöttek létre. Tehát
azt is felhasználtam, hogy mondjuk megsárgult a papír, vagy megváltoztak a színek, tehát hogy itt bekerültek olyan színskálák is, amiket ugye a szerkesztők eredetileg 100 évvel ezelőtt nem terveztek, hogy meg fognak jelenni. Viszont a fő színek azok mind olyan színek, amik eredetileg is megjelentek, és amiket használtak. A kiállításnak van egy háború fala. Itt idézetek szerepelnek. Ezek hogyan, milyen szempontok szerint kerültek oda? Ez egy nagy alapkutatásnak a kivonata tulajdonképpen, amelyet részben Balázs Eszter történész hajtott végre, aki a kiállításnak a szakmai tanácsokat adott nekünk a kiállításban, részben egyéb saját kutatásainkból állt össze. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a TET című folyóirattal, amely egyben az induló magyar avantgárdot is jelentette, milyen reakciók érkeztek. Arra a nem meglepő eredményre jutottunk, hogy ezek a reakciók, a magyar avantgárdra érkező reakciók nagyban összefüggtek a háborús körülményekkel. Fontos volt számunkra a kutatás során, hogy ne csak a már részben ismert és értelmiségi elit, ilyen értelemben elit lapokból, mint a Nyugatból vagy a 20. századból dolgozzunk, hanem a populáris kultúra erővonalaira következtethető, vagy az alapján következtethető tömegsajtóra is támaszkodjunk. Ezekből a szövegekből, ezekből a 15-16-ban megjelent kritikákból világosan kiderül, hogy az antimilitarista TET, tehát Kassák háború ellenes fellépését a legteljesebben megjelenítő periódika egyfajta belső ellenségként érzékeltetett a korabeli sajtó számára. Ennek megfelelően az úgynevezett háborús diskurzus határozza meg a korabeli magyar avantgárd fogadtatás történetét. Így olvasunk Kassák költészetével kapcsolatban T-bolyról, őrületről, másfelől gyerekesnek nevezik, megint máshol az olasz futuristákkal kapcsolják össze Kassák törekvéseit, és ennek megfelelően erkölcstelennek, árulónak nevezik részint az olasz futuristákat, részint Kassákékat. Ugye azért utalok erre a momentumra, mert itt érzékelhető legélesebben az, hogy mennyire meghatározta a háborús diskurzus a TET című folyóirat fogadtatását. Abban az időszakban vagyunk, vagyis 1915 tavasza után, amikor Olaszország, ugye a korábbi szövetséges ország a monarchia ellen lép be, a magyar értelmiség nagy része számára váratlanul a háborúba, és innentől kezdve az országot, mármint Olaszországot és az olaszokat, egyébként a futuristákkal együtt, az olasz futuristákkal együtt árulónak bélyegzik. Ez a képzett körvető rá a korabeli magyar avantgárdra, Kassákékra is. Képileg ez két csoportra oszlik, és van egy összekötő ábra. Ennek mi a lényege? Ahogy Gábor is elmondta, ezen az ábrán tulajdonképpen az jelenik meg, hogy hogyan táplálta egyrészt maga Kassák is, másrészt pedig később 1915-től a Kassákot érő kritika, vagy az avantgárd művészetet érő kritika ezt a háborús beszédmódot. Itt megjelenik az ábrán középen egy tengely, ez egyrészt egy időtengely is, aminek az egyik oldala 1914-et jelenti, a másik oldala pedig már 1915-öt, másfelől pedig egy tükörszerűen is ketté osztja az ábrát, ahogy az ábra két oldala tulajdonképpen bizonyos szempontból egymással ellentétes, mégis ugyanahoz a beszédmódhoz kapcsolódnak. Függőlegesen több tagolás van. Ezeknek mi a jelentősége? Ennek praktikus okai vannak. Itt minden egyes kijelentésből indul egy vonal, ami valamilyen módon vagy közvetve, vagy közvetlenül belefut ebbe a területbe, ami a háborús beszédmódot jelenti, és a többi függőleges vonalnak tulajdonképpen az praktikus oka van. Minden esetben meg tudjanak maradni azok a jelentős kapcsolatok. A nemzetközi teremben is az infografikának egy nagyon érdekes ábrája található. Itt jelenik meg az, hogy az utolsó, vagy hát 16. internacionális szám tulajdonképpen milyen nemzetközi kontextusban
jelent meg, illetve hogy a benne megjelenő források. Szóval a nemzetközi falnak a felépítése nagyon erős rendszert követ. Tulajdonképpen a 16. TET számnak az összes szövegéhez megkerestük azt az eredeti megjelenési helyet, ahol eredeti kontextusában, eredeti nyelven elsőként kiadták ezt a szöveget, vagy reprodukálták azt a képet, amelyet Kassák ennek az internacionális számnak az összeállítása során beemelt a saját válogatásába. Így épült föl tulajdonképpen ennek a falnak a gondolati struktúrája. A TET-ben megjelent összes magyarra lefordított, de külföldi művész által írt szövegnek az eredeti kontextusát villantjuk föl, és így rajzolódott ki tulajdonképpen azoknak az alkontextusoknak, vagy külföldi kontextusoknak a sorozata, amelyből Kassák felépítette a saját maga által a Jelzés a világba című beköszönő szerkesztői előszavában is felvázolt gondolati struktúráját, egy olyan internacionális művészetnek a képét, amely egyszerre építkezik az antantországoknak a szerzőiből, semleges országok művészeinek az alkotásaiból, a központi hatalmak művészeinek az alkotásaiból, magyarok, ugyanúgy, ahogy németek, oroszok, franciák, angolok, olaszok, és ez az egész hatalmas, nagy és széles horizont adja ki azt a fajta nemzetközi tájékozottságot, ami ugyanakkor nem egyértelműen a háború ellenességet teszi meg a saját céljaként, hanem az új művészetnek, az avantgárd művészetnek a bemutatását. Miért tiltották be mégis ennek a hatására a TET-et? A TET-et az 1916. augusztusában megjelent internacionális számot követően tiltották be. Októberben jutott el a cenzúra odáig, hogy megfogalmazták a betiltás okát, a háború érdekeit veszélyeztető tartalmára hivatkozva tiltották be a folyóiratot. Nagy valószínűséggel ennek az internacionális számnak a tartalma volt az, ami eljutott a cenzúrához, és ami miatt megszüntették ennek a lapnak a terjesztését. Ugye az antantországok szerzői jelentek meg egymás mellett ebben a lapban. Nem olyan szövegek, amelyek a háború ellen tiltakoztak volna. A háború nem tematizálódik ezekben a szövegekben. Ugyanakkor a szerkesztői elv Kassák esetében az volt, hogy minden egyes országból, ami az Osztrák-Magyar Monarchiával háborúban áll, közöl szerzőt, és így ebben a kontextusban a háború időszaka alatt a cenzúra számára egyértelműen háború ellenes állásfoglalást jelentett. Most zene következik, majd folytatjuk műsorunkat. Édes, ki tudja, hová megyünk.
Hallod, hogy fújják a kürtöt? Hallod-e a zene szót? Azt mondja előre rajta, fújják már a riadót. Vége van az ütközetnek, pirosan száll le a nap. Ad nagy úr ordája mellett, imádkozik már a pap. Biztatja csendesen halkan, a hadnagy nem hallja már. Szíve egy utolsó dobban, a lelke magasba száll. Este, ha leszáll az alkon, masíroz az ezredünk. Csókollak még egyszer, édes, ki tudja, hová megyünk. Hallod, hogy fújják a kürtöt? Hallod-e a zene szót? Azt mondja előre rajta, fújják már a riadót. Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról, Tárlatra című műsorunkat. Jelzés a virágba című kiállításról beszélgetünk. Háború, avantgárd, Kassák ez az alcíme, és a Kassák Múzeumban tekinthető meg. Beszélgető partnereim továbbra is Szeredi Merse Pál, Dobó Gábor és Rudas Klára. Milyen kutatások alapján alakult ki ez a fajta kép, ami megjelent a kiállításon? Alapkutatásokra támaszkodtunk a meglévő és nagyon intenzíven az első világháború 100 éves évfordulója miatt rendkívül intenzíven folyó Magyarország és nemzetközi kutatások mellett. Az alapkutatások kétfélék voltak, egyrészt a TET című folyóirat digitalizálása, amelyet a Petőfi Irodalmi Múzeum digitális filológiai projektjében végzünk Palkó Gábor vezetésével jelentette, vagyis hogy a TET, amely, ahogy már sem említette, egy nehezen hozzáférhető, szinte hozzáférhetetlen lap, felkerül az internetre. Ez azzal jár többek közt, hogy mi ezt többször betűről betűre végigolvastuk, így olyan részleteken akadt meg a figyelmünk, amelyek inspirálták a kiállítás létrehozását. Másfelől pedig a korabeli sajtó, és ez 1915-1916-ot jelentette, átvizsgálását jelentette, a teljesség igénye nélkül, hiszen itt egy olyan szövegtengerről van szó, amely áttekinthetetlen, nagyon kis részben digitalizált. Mégis igyekeztünk a napi sajtót, a tömegsajtót, részben a populáris kultúra dokumentumait is bevonni a kutatásba, amely lényeges volt számunkra azért, hogy megmutathassuk a TET-nek azokat a különböző kontextusait, amelyek beilleszkedett, fel szerettük volna mutatni, hogy a TET nem csupán egy szűk értelmiségi közegben jelent meg, hanem a populáris kultúra tömegsajtó problematikájára is reagált, és részben párbeszédben is volt vele, hiszen hétről hétre találunk országos terjesztésű napilapokban általában nem hízelgő reakciókat Kassák ekkori munkásságával kapcsolatban. Kassák első világháború alatti munkásságával kapcsolatban több folyóiratot is megjelentetett. Miért éppen ezt a témát választottátok? Hogyan alakult ki magának a koncepciónak a jelenlegi eredménye? A TET című folyóirat 1915. november 1-én jelent meg
először. Ez volt Kassák első folyóirata. Nagyjából egy éven keresztül maradt fenn, és egy éven át jelent meg. A betiltását követően természetesen Kassák nem hagyott fel az újság szerkesztői, folyóirat szerkesztői munkásságával, hanem már 1916. novemberétől kezdve megjelentette a Ma című folyóiratot, ami ezt követően 10 év folyamon keresztül jelent meg, egészen 1925-ig. A magyar avantgárdnak a legfontosabb és legismertebb folyóiratává vált, azzal együtt, hogy az utolsó 5 évben nem Budapesten jelent meg, hanem emigrációban, Bécsben. Ugyanakkor a TETT az egy sokkal kevésbé ismert folyóirat, a Mához képest vizuálisan kevésbé látványos, és elsősorban a bécsi Mához viszonyítva sokkal kevésbé érdekes a nemzetközi kutatás számára. Ugyanakkor a centenárium, a 100 éves évforduló lehetőséget adott arra, hogy olyan mélységben vizsgáljuk meg ezt a folyóiratot, amilyen mélységben korábban még soha nem vizsgálták meg. A Kassák Múzeumban eddig nem volt önálló kiállítás Kassáknak erre a korai időszakára vonatkozóan, úgyhogy ez most egy olyan alapkutatásokon nyugvó kiállítás volt, ami felhasználta tulajdonképpen ennek a 100 éves évfordulónak az aktualitását, vagy a lehetőségét. Ugyanakkor a célja az az volt, hogy ne egy irányból az avantgárd művészet irányából mutassa be a folyóiratot és a folyóiratnak a történetét, hanem olyan kontextusokat, olyan környezeteket rajzoljon a folyóirat köré, amik egyúttal az első világháborúval kapcsolatban folyó kúrens kutatásokra is reflektálnak, illetve ezekkel kapcsolatban is fogalmaznak meg olyan állításokat, amelyek a világháború, az avantgárd művészet és Kassák, illetve a TETT folyóirat kapcsolatát vázolják föl. Minden kiállításnak van egy dizájnja. Ez a dizájn hogyan alakult ki? Milyen ötletek nyomán formálódott? Mi hárman, tehát az irodalomtörténész, a művészettörténész és a képzőművész már a kiállítás létrehozásának kezdetekor együttműködtünk, és azt hiszem, hogy ez az, ami lehetővé tette egyáltalán azt, hogy ez a megjelenés létrejöhessen, hiszen az én feladatom az lett ebben a kiállításban, hogy ezeknek a kutatásoknak az eredményeit, a koncepciót szekciónként egy vizuális struktúrában ábrázoljam, és ezekben a struktúrákban elhelyezzem a dokumentumokat. Ez nyilvánvalóan csak egy nagyon szoros együttműködésnek az eredményeként jöhet létre. Magának a struktúrának a formája milyen fázisokon ment keresztül, mire létrejött? Különböző szekciónkban különbözőképpen alakult. Ott ment keresztül tulajdonképpen a legtöbb fázison, ahol ezt a háború kultúráját és azt működtető beszédmódokat ábrázoltuk, hiszen itt nagyon-nagyon sok idézettel dolgoztunk, és ugyanúgy, ahogy az ábra lehetőségei meghatározták, meg egyáltalán a kiállított tér fizikai lehetőségei meghatározták magukat az idézeteket, ugyanúgy az idézetek is meghatározták az ábrát, tehát hogy itt több mint 25 verzió volt a létrehozás során, mire eljutottunk a végleges verzióhoz. Milyen visszajelzéseket kaptatok? Tehát a közönség, tárlatvezetések egyéb alkalmakkor hogyan reagál rá? Én csak pozitív visszajelzéseket kaptam, eddig mindenki frissítőnek találta azt, hogy egy korai avantgárd folyóiratot, ami főleg szövegekből áll, az nagy ábrákkal van kiegészítve, és a magyarázó szöveg pedig egy hordozható leporellóként jelenik meg, ami ugye opcionális, hogy valaki mennyire mélyed bele. Azt hiszem, az fontos az embereknek, hogy több szinten értelmezhető a kiállítás, és aki inkább szeret bogarászni és belemélyedni, az is megtalálja, amit keres, és az is, aki pedig szeret inkább gyorsan haladni és távolabbról nézni a dolgokat. Szakmai közönség mellett nagyon számítunk a
középiskolások látogatására, sőt gyerekek látogatására. Ezért, ahogy Klári mondta, igyekszünk a kiállítást több felé megnyitni. A kiállítás nagyon bonyolult, nagyon gazdag, de nagyrészt a vizuális megjelenítés miatt alkalmas arra, hogy könnyen befogadható kiállításként is nézzük. A Kassák Múzeumban több éves gyakorlata gyerekprogramok szervezése, emellett gimnazistáknak is tartunk úgynevezett kihelyezett tanórákat, ahol mint egy terepen ismerkedhetünk meg, és kifejezetten mai szempontok, mai referenciák alapján ismerkedhetünk meg a korabeli folyóirat szerkesztés problematikájával. Ezzel véget érte a kiállítás kurátoraival való beszélgetés, most pedig Sasvári Edittel, a múzeumnak az igazgatójával készített riportot hallgassák meg. Arra szeretnélek megkérni, hogy a Kassák Múzeumot mutassad be, hogy tulajdonképpen miért jött létre ez a múzeum, és mi a célkitűzése? A Kassák Múzeum az 1976-ban jött létre, a Petőfi Irodalmi Múzeum filiáliaként, és több mint 30 évig egyetlen egy igazgató vezette, Csaplár Ferenc, aki irodalomtörténész volt, de ennek ellenére a legfőbb célja az volt, hogy a Kassákot, mint képzőművészt felépítse, vagy kanonizálja. Azt lehet tudni, hogy Kassák a magyar képzőművészeti kánonnak nem volt része a Kádár rendszerben, de íróként elismerték, Kossuth díjat kapott. És ő ezt tűzte ki feladatának, hogy Kassákot, mint képzőművész kanonizálja. És ez egy hosszú, tényleg komoly 3 évtizedes munka volt, és azt hiszem, ez nagyon jól sikerült is neki. Tehát akkor, amikor én 5 évvel ezelőtt átvettem a múzeumot, akkor nagyon-nagyon jó alapokra lehetett építkezni. Én akkor azt gondoltam végig 5 évvel ezelőtt, amikor a múzeum koncepcióján gondolkodtam, hogy hogyan lehetne Kassákot, Kassák személyét aktualizálni, hogyan lehet a kortárs folyamatokhoz kapcsolni. Végül is arra a döntésre jutottam, hogy Kassáknak az egyik nagyon fontos oldalát fogom bemutatni, ez az ő networkje, tehát a művészeti networkje, ami már a 10-es években elkezdődött az első lapjával, a Tettel, majd folytatódott a Mával, ahol főleg a bécsi periódusában a korabeli avantgárd legnagyobb figuráival került kapcsolatba. Azt is kerestem, hogyan lehetne legjobban bemutatni ezt a networköt. És rájöttem arra, hogy ezek a folyóiratok, az avantgárd folyóiratai, amik tulajdonképpen a médiumai voltak ennek a kapcsolatépítésnek, a networképítésnek, és Kassáknak nagyon sok folyóirata volt egészen a haláláig, ahol összehozott embereket, ahol aktuális témákkal foglalkoztak, mind művészeti, mind a szellemi élet aktuális problémáival, vagy társadalmi kérdésekkel, főleg a két világháború között a Munka című lapjában. Ráadásul ezeknek a folyóiratoknak ma kutatási szempontból is egy óriási konjunktúrája van nemzetközileg. Tehát a legfőbb célunk az volt, hogy a Kassák Múzeumot az avantgárd egyik fontos kutató helyévé fejlesszük, ami hozzá tud kapcsolni azokhoz a nemzetközi kutatásokhoz, amik ma a világban zajlanak. Milyen körcsoportosul a Kassák Múzeum köré? Gondolok itt látogatókra, önkéntesekre, gyakornokokra, partnerintézményekre. Korábban még az előző periódusban azt hiszem ez egy bizonyos értelemben egy kis titkos hely volt, egy periférikus helyen, egy elszigetelt pozícióban, aminek megvolt a maga kis szűk közönsége. Ezen is mindenképpen szeretünk volna változtatni és nyitni minden értelemben. Tehát egyrészt a társtudományok felé, az irodalomtudomány, a társadalomtudomány, antropológia, zenetudomány és más-más ágak felé, a kortárs művészet felé, és egy szélesebb közönség felé, elsősorban igazán a fiatal generációt szerettük volna megszólítani, de persze igazából a közönség minden generációja érdekel bennünket, és szeretnénk megszólítani. Mivel nagyon kevesen vagyunk a múzeumban, összesen 2 vagyunk alkalmazásban, és a feladataink nagyon megnövekedtek. Nagyon nagy lett az érdeklődés a Kassák Múzeum munkája iránt, ezért nagyon építünk önkéntesekre, fiatal egyetemistákra, vagy doktoranduszokra, olyanokra, akik szeretnének velünk dolgozni, és így az évek alatt azt mondhatom, hogy egy fiatal, nagyon aktív stábja alakult ki a múzeumnak a segítőkből, önkéntesekből.
A jelenlegi kiállításnak a stábja hogyan jött létre? A mostani kiállítás stábja, ami Dobó Gábor irodalomtörténész, Szeredi Merse Pál művészettörténész és Rudas Klára képzőművész dolgoztak, ők is úgy kerültek a múzeumba, hogy a korábbi programjaink érdekelték őket, kutattak mindannyian, mindhárman a múzeumban, és akkor merült fel, hogy ők hosszabb távon is szeretnének itt dolgozni, és vannak elképzeléseik a Kassák témában, és így egy hosszú gondolkodás eredményeként jutottunk arra, hogy ez lehetne az ő első közös munkájuk. Milyen jellegű programokat szervez a múzeum, és most a közeljövőben mi várható? Programjaink a többi múzeumokéhoz hasonlóan épülnek fel, tehát vannak kiállításaink, előadássorozataink, gyerekfoglalkozások, családi napok, konferenciák, és ezt most kiemelném, mert 2015. szeptemberében, tehát idén szeptemberben egy olyan konferenciát szervezünk, ahová a V4-es országok, tehát a visegrádi országok fiatal kutatóit hívjuk meg a folyóiratkutatás témájában. Van-e valami olyan, amit fontos lenne elmondani? Hát rengeteg projektünk van igazából. A legfontosabb, igen. Tehát inkább azt mondanám el, hogy a célunk az, hogy több lábon álljunk. Pici múzeum vagyunk, és azt gondolom, hogy egy kis intézménynek van egy nagy dinamikája. Könnyen tud alkalmazkodni a változásokhoz, rugalmasabban tud igazodni a mindenkori kihívásokhoz. Mi szeretnénk több lábon állni, tehát a hagyományos múzeumi funkciók mellett, a gyűjtés, feldolgozás, bemutatás céljai mellett nagyon fontosnak tartjuk a kutatóműhelyünk szerepét, amit virtuálisan is kiterjesztünk, mert idén indítottunk egy angol nyelvű websájtot online avantgárd adatbázis néven, ahol a történeti avantgárd nemzetközi kutatóit szeretnénk megszólítani és egy picit kanalizálni ezen a felületen keresztül, de a kortárs művészetre is nagyon nagy hangsúlyt szentelünk, annál is inkább, mert Kassákra nagyon jellemző volt egészen a haláláig, hogy nagyon oda tudott figyelni a kortárs jelenségekre, ami egy nagy dinamikát adott a saját művészetének is, és nem beszélve arról, hogy Kassáknak ma is vannak követői, tehát a különböző művész generációkban nagyon sokan reflektálnak az ő művészetére, tehát ezért is tartjuk ezt a részt is fontosnak tartjuk bemutatni. Ezeket a törekvéseket hogyan fogadja az anyai intézmény, a Petőfi Irodalmi Múzeum? Hogyan viszonyul hozzá? Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó konstelláció, ahogy mi a Petőfi Irodalmi Múzeum kötelékébe tartozunk, mert nagyon jól leképezi azt a helyzetet, amiben Kassák is benne volt a maga idejében, és amilyen viszonya volt a magyar irodalom egészéhez. Tehát része is volt, de picit külön is állt tőle, egy picit másfajta nézőpontot képvisel. De azt hiszem, így a kettő együtt tud kiadni egy korabeli kontextust, és egy mait is. Tehát én ezt egy nagyon szerencsés konstellációnak tartom. Ismét zene következik, majd a Kaleidoszkóp. Itt minden olyan fanyar, mint egy orvosi labor, és ez is csak egy kapor, amit bekapriztál valahol a télen. A nap felkeltében, a kényelmességben, az érzéseknek rémbe kell ózni, az égbe kell kózni. Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Először Szentendrére invitálom Önöket, ahol a Mértan harmóniája címen nyílt a Szentendrei Képtárban egy kiállítást, a Kógár gyűjteményből geometrikus és konstruktív törekvéseket bemutató
alkotások szerepelnek itt, és azért, mert Hódmezővásárhelyen nagy léptékű barcsai kiállítás nyílt, ahová a szentendrei képek elkerültek, és az ő késői festői periódusának konstruktív törekvése előtti tiszteletadásként, no meg azért, mert számos barátja és tanítványa is alkot, és követte az ő szellemiségét, egy válogatás nyílt meg a Kogátnak a gyűjteményéből, a válogatás reprezentatív, például Szikora Tamás, Martin Ferenc, Ház István és sokan mások, összesen 22 alkotónak a művét állították ki, közöttük olyanokat is, akik a városhoz kötődő művészek, mint például Kocsis Imre, Bartol József, Dempál vagy Hajdú László. Más jellegű, de szintén modern művészeti kiállítás tekinthető meg a Ludwig Múzeumban, abszolút szépség, szentpétervári új akadémizmus. A kiállításnak a címe, tehát itt klasszicizmus és a historicizmus esztétikai értékeihez térnek vissza, de egy újfajta szellemiséggel a 90-es évek elején Szentpéterváron a neoakadémista Timur Novikov szellemi irányítása alatt egy újfajta képzőművészeti irányzat indult el, pontosabban folytatódott, mert már az előző évtizedben indult. A 90-es években az érzékiség és a hedonizmus bűvöletébe kerültek az alkotókörbe tartozó művészek, új, szabad szellemi Oroszország egyik szimbólumává is váltak, és az ő szellemi örökségüket, annak különböző irányzatait tükrözi az ellentmondásoktól sem mentesen ez a kiállítás, amelyiket a Jekatyerinburgi Ural Vision Galéria közreműködésével állítottak ki. Szentesen a Koszta József Múzeumban Czóbel Bélára emlékeztek egy nagy léptékű, reprezentatív kiállítással, amely kiállítás Szentendréről érkezett, ahol a művésznek önálló múzeuma van, ami felújításra kerül. Ez alatt az idő alatt azonban nem raktárba kerülnek a jelentős művek, hanem Budapest és Szolnok után most Szentesen láthatóak, majd innen Szekszárdra mennek tovább. Tehát a főműveket vonultatja föl, sajátos szemlélettel festett Czóbel, biztos körvonalakkal, erőteljes színekkel, többek között például a Meyer úr is látható, vagy a szentendrei Vénusz. Békés Csabán a Csaba Gyöngye Kulturális Központ Békéstáji galériájában csak természetesen Székelyhidi Attila gyulai festőművész képei kiállítást tekinthető meg. Székelyhidi Attila 1965-től Gyulán él és dolgozik, számos művésztelep, illetőleg művészi társaságnak a tagja, sok egyéni és csoportos kiállításon vett részt, és verses köteteket illusztrál, Angyali Üdvözlet címen szekkót is készített a gyulai Józsefvárosi templomban, vagy 2001-ben a városnak ajándékozta a Gyulai Millenium 1001-2001 című pannót, tehát az ő alkotásainak egy áttekintő bemutatása látható itt. Debrecenben a Modemben egy másfajta áttekintést mutat be az újratervezés. Válogatás az Antal Lustig gyűjteményből című kiállítás. Itt a földszinten egy arckép csarnok fogadja a látogatót, az egykori főúri galériákra emlékeztetve. A portrék egy része híres költőt, festőt, tudóst, vagy éppen barátot, rokont ábrázol, de vannak névtelen emberek is. A második emeleten folytatódik a kiállítás, a kulturális tradíciók az egyik fontos témája, ahol a zsidó-keresztény kultúrát, mint környezetet mutatja be. Itt természetesen vannak szakrális művek, de vannak olyanok, amik a tradicionális jelképrendszer elemeiből építkeznek. A következő szekció az idő, amelyben számos óra kép látható, és az idő múlását bemutató alkotások, valamint a tér, a harmadik fő téma, ahol világot interpretáló művekként értelmezhetjük a bemutatott alkotásokat. Végül a harmadik emelet a figurativitástól való elszakadás reprezentatív alkotásait mutatja be magyar és külföldi művészek esetében, tehát ez a mintegy 400 műből álló tárlat rendkívül sokrétű. Vannak festmények, grafikák, plasztikák, de vannak installációk és videóművek is,
sőt népművészeti tárgyak is, mutatván a gyűjtői hozzáállásnak a különböző lehetőségeit, időbeli változásait, és hogy a látogató még jobban el tudjon mélyedni bennük, az alkotásokban interaktív technikai eszközök is segítik. A gyerekeknek pedig külön múzeum pedagógiai részlegük van. A Móra Ferenc Múzeum Szegeden egy újfajta kiállítási ötlettel jelentkezett, külsős szervezetnek a segítségével újjé kortárs éremművészeti tárlat kézbe vehető tárgyakkal. Ez a kiállításnak címe, illetőleg alcíme, és valóban éremkiállításról van szó, közel 100 alkotást lehet itt megtapintani, ugyanis mindegyik tárgyat kézbe lehet venni, akár egyszerre többet is, össze lehet hasonlítani, meg lehet alaposan nézni közelről 17 kortárs éremművésznek a munkáját, ugyanakkor megfelelő biztonsági berendezkedéssel gondoskodtak arról, hogy ne lehessen őket elvinni. Tehát ennek a kiállításnak a célja az éremmel való ismerkedés. Pápán a Kékfestő Múzeumban egy másik tematikával lehet ismerkedni, Kékfestő Múzeumban a Kékkel Festett Mesterség című kiállításon, szintén kékfestőkkel, de ezúttal nem a pápai kékfestő családnak a műhelyét és az ott készült alkotásokat mutatják be, hanem a magyarországi kékfestő műhelyeket, tehát azokat, amik más városokban, településekben működtek. És ha már textileknél tartunk, akkor a szombathelyi Ízeum Savarienze régészeti műhely és tárháznak a kiállításáról se feledkezzünk meg, textilek a holtak birodalmából. Kiállítás a Selyem sorozatban. Kiállításnak a címe, és valóban selyem is van, illetőleg másfajta textilek is, például a szombathelyi múmia, amit ugye mint múmiát bepójáltak, tehát textilben helyezték örök nyugalomba, ahonnan 1951-ig a Premontrei gimnáziumba került, utána Budapestre a Szépművészeti Múzeumba, tehát ez a múmia tért vissza most Szombathelyre, de mellette múmialepleket, vászonamuletteket, viseleti tárgyakat és kiegészítőket lehet látni, mindemellett a Krisztus utáni 4.-9. századi egyiptomi textilek is bemutatásra kerülnek. Ez ugye Egyiptomban a kopt korszak volt, de azt is meg lehet nézni, hogy ezzel párhuzamosan itt Magyarországon miket használtak a híres alsóhetény pusztai és viminációmi arannyal hímzett selyem szövet maradványai is láthatók például. Székesfehérváron a Szent István Király Múzeumnak az országzászlói kiállítóhelyén az irodalom és a művészet kapcsolata kerül előtérbe, Pirinszki és Fehérvár címmel nyílt ugyanis kiállítás, amelyik Pirinszkinek a várossal való kapcsolatát mutatja be, ahol az utolsó évét is töltötte, sőt utolsó nyilvános szereplése is itt volt, mégpedig Bartók Béla 100. születésnapja alkalmából a 2. Rákóczi Ferenc általános iskolában rendhagyó irodalomórát tartott. A tárlaton fényképek, tárgyak láthatók, illetőleg olyan művészeti alkotások, amiknek a kiállításait Pirinszki nyitotta meg. Kondor Béla, Kornis Dezső, Szenes Zsuzsa, Ország Lili, Sár Erzsébetnek a kiállításait nyitotta például ő meg. Emellett egy portréfilm nézhető meg. Ez Pirinszkiről szól, de fehérvári emberek, akik jól ismerték, ők mesélnek róla. Illetőleg a 3. egység könyveket, publikációkat és fotókat mutat be, olyanokat, amiket Pirinszki dedikált, vagy amik róla készültek. Ha már fotókról szó volt, akkor a budapesti Mai Manóház, vagy Magyar Fotográfusok Házának a kiállításairól se feledkezzünk meg. Az a kiállítás, amit én most kiemelek, dr. Hardy Richardról szól, Hajdú D. Andrásnak a felvételeit mutatja be. Ő egy csoda doktor Kongóban, egész pontosan Mbuyi Maiban dolgozik, a térség egyetlen jól felszerelt műtőjében végez szemészeti műtéteket, mégpedig nagy mennyiségben, ugyanis Kongóban máshol nem tudják például a szürke hályogot megműteni,
amit negyedórás rutinműtettel végez, de ami miatt 6-800 kilométert is sokan gyalogolnak, vagy bicikli segítségével teszik meg, mert tömegközlekedés az nincsen. A képek között kiemelkedik egy Begyi nevű 7 éves kislánynak a műtéte, amit Hajdúdé András végigfényképezett. Ő részben gyalog, részben nagymamája hátán utazott ide, és mind a két személyre szürke hályogos volt. Dr. Hardy Richard egyébként a 8 Boldogság keresztény közösségébe került ki 1995-ben a szerzetesrend irányítása alatt álló kórházba, és azóta is ott él és dolgozik. Budapesten a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak egyik kiállítására is szeretném fölhívni a figyelmet, a Meseautótól a Merkúrig, a hazai gépjármű kereskedelem története a kiállításnak a címe, és 1900-tól 1989-ig mutatja be a hazai automobil és motorkerékpár kereskedelemnek a történetét, Négyesi Pál autóipari elemző, autótörténész és a magyarjármű.hu weboldal szerkesztője, aki egyébként gépjármű restaurálást is végez, sőt oktatja is. Az ő szakmai irányításával készült a kiállítás, amelyen 23 tabló segítségével mutatják be nem csak a budapesti, hanem a vidéki kereskedelmet is, de a szociológiai, a reklám területére is kitérnek, az autók kapcsolatáról is szó van, illetőleg a sport történeti, tehát az autó és a motorkerékpár sport történetéről is. Egyik fő attrakció pedig egy Trabant, amiben be lehet ülni, hogy mindenki kipróbálja, hogy milyen volt annak idején Trabantban ülni. Tárgyak közül a klíma egy kútoszlop, néhány kiegészítő tárgy segíti a benzinkutak hazai históriájának a megismerését, és Berva meg Danovia motorok láthatók, illetőleg játékok és néhány további műszaki cikk is kiállításra került. Az állami áruházak hangulatát pedig fényképek idézik meg, két installáció pedig egy 1920-as évekbeli autókereskedést és a Merkur átadó telepét mutatja be. Előzetesként a Szentendrei Művészetmalomnak Formáló mező, Német Ágnes életmű kiállítására szeretném fölhívni a figyelmet, amelyhez igényes katalógus is készült. Most búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra! Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető Dr. Győri Hedvig. Thank you.